Tisztelettel köszöntöm a nézőket a Tibiék című műsorból. Ezúttal is egy nagy kaliberű ember a vendégünk, Kati Béla, testépítés apostola, edzőteremlánc tulajdonos és hét alvó, de hát erről majd később beszélni fogunk, illetve Tisza Tibi és Dombi Tibi válogatott labdarúgók. Ez a felvétel délelőtt 10 órára volt kitalálva és meghirdetve. Szerdán, azt mondjuk. Ez Szerdán, hogy Tibi teljesen megzavar, visszajövőre. Szerdán, és most hamarosan 1 óra van. Mi volt az oka? Nem péntek este fél 8? Nem, az már később van. Most, tehát mesélj, mi volt a kulisszatitkok, de légy szíves. Elaludtam, és pont, maradjunk is ennyiben, ne firtassuk tovább, légy szíves a kérdést, elaludtam. Így van, és... Lehetne bonyolítani, hogy miért, meg hogy, meg de mi az oka, az már magyarázkodásnak minősül, igen. De... Közben a riport, közben titeket nézelek, vagy a kamerát, titeket inkább, ugye? Velünk beszéljük, ezt nem úgy is olyan szépek vagy, meg olyan szépek vagy. Ez így. A lényeg, hogy Béci becsületére legyen mondva, hogy kocsiba ült és lerongyolt hozzák, úgyhogy mi meg addig nagyon jót malmoztunk itt, úgyhogy lényeg, hogy létrejött ez, létrejött ez a műsor. Mesélj kérlek a sportpályafutásodról, mit kell tudni egy átlag embernek, aki mondjuk nem ismer, csak azon túl, hogy a testépítés világából jöttél. Hát alapvetőleg én erőemelő voltam, alapvetőleg fekvenyomó voltam, elértem azt, hogy én lettem minden idők legerősebb fekvenyomója, nyertem abszolút fekvenyomó Európa-bajnokságot 337,5 kg-mal, aztán erőemelésre váltottam. Genetikusan az én gondolkozásom olyan, hogy elérek egy aránylag nagy célt, és aztán én szeretek váltani úgy húzósportágokon belül, mert mondjuk ha elértél egy 337 és feles fekvenyomást, vagy elértél egy 98-as sprintet, vagy ilyesmin, akkor hogyha előrébb akarsz lépni egy 2,5 kilót, 0,1 másodpercet, azért még éveket kell dolgozni, és nem szeretek azt, hogy egy helybe toporgást érzek. Tehát egy sportoló tudja, hogy lehetsz egy simán 2 évet úgy, hogy nem tudja konkrétan azt, hogy 2 év múlva neki az előrelépés lesz a sportteljesítményében, vagy nem, beletesz mindent, de nem tudja, amikor már nagyon a top közelébe vagy, igen. És akkor váltottam erőemelésre, mai napig én tartom, azt hiszem 12 éve a guggolás magyar csúcsot, 452,5 kg-mal. Hát az gyakorlatilag remek. Aztán testépítés lett belőle, nyertem abszolút testépítő világbajnokságot, lettem év testépítője, aztán megpróbáltam magamat szuper nehéz súlyban, akkor 2017-ben visszatértem Arnold Klasszikon, egy pont hiány megnyertem, tehát második lettem, ezüstérmes Ausztráliában, szuper heavyweightben, ott voltam olyan 115 kg körül színpadon, és indultam erős emberbe is, bár az egy kisebb karrier, csak ugye mindig mondták a... Hogy erős vagy. Komplexusos voltam egy kicsit, és mindig úgy lehetett a bajszomat húzogatni például azzal, hogy hát nagyon erős vagy erőemelésben, nagyon sokat googolsz, nagyon sokat nyomsz fekve, meg így legjobb testépítő vagy tényleg, meg testépítő világban, hogy de a paraszt erő az, kőgolyókat pakolni, meg kompenszt, meg az nincs. Meg golcsa szoktál rúgni, azt is megtudnál. Na, ez bőle. Ez a focis is lesz. És akkor, nem mondom, hát ez ilyen nincs, mondom, hát erős vagyok, erőemelő számokban mondom, testépítő is vagyok, tehát nincs elmaradva testrészem, tehát nem, egy erőemelő azért nem ez bicepszet, ilyesmi, stb. De egy testépítőként minden, hát mondom, biztos, hogy jó vagyok erős emberbe, és akkor felkészültem erős ember versenyekre is, azt hiszem 7 versenyen indultam, ebből 2-3 nemzetközi volt, azt meg is nyertem mindegyiket, le is szakítottam a bicepszemet, egy kőgolyópakolásba egy edzésen, és igazából az én ismertségem, meg kijelentettem, hogy én vagyok ma Magyarországon a szerénység ide vagy oda, a legismertebb. Ennek az az oka, hogy sztár. Több, hogy nem sztár nem vagyok, legismertebb direkt. Magyarországon nem nagyon tudunk be erről beszélni. Igen. Pontosan, így van, legismertebb vagyok, ez az az oka, hogy súlyzó sportág három komoly szegmensébe, és ugye strongman, testépítés, erőemelésből is nagyon ismert lettem, illetve az edzéshez való hozzáállásom az egy új dolog volt az embereknek, ugyanis én éveken keresztül tudtam úgy gondolkozni, hogy tehát nekem az életem
kajak nem tudtam ki a miniszterelnök szinte, ki a polgármester, nem érdekelt semmi az edzésen kívül, csak az, hogy én minden nap a életem legjobb edzését csináljam meg, és teljesen körülforgott az életem, nem is érdekelt más, csak ez érdekelt, és ez az edzés intenzitásba úgymond ki is vetült, tükröződött, és azért alakult ki ez a Kati Béla iránti, hogy mondjam, hogy ez a nézettség, meg az, hogy ennyire ismert vagyok, meg sikeres lettem az, hogy az embereknek átjött ez az edzés intenzitás, és ez a mentális hozzáállás, ami ahhoz kell, hogy valaki maradandót alkosson a sportban. És azt hol látták az emberek? Hát ez a videó hogy a... Spontán edzés videók, a Bodybuildernek a főszerkesztője gondolkozott, hogy kivel lehetne videókat forgatni, és hát természetesen én jöttem szóba, mert akkoriban én voltam a legjobb, és akkor ezek az edzés videók, ezek nagyon nézettek lettek, és nagyon át is jött ez a mentális hozzáállás, meg hát szemináriumok voltak, riportok voltak, és sikerült átadni az embereknek akaratomon kívül ezt a mentális hozzáállás, van is, tudjátok, ez a nagy szlogen, amit csak úgy spontán felvettek, emlékszem, 290-300 kilóval felhúztam a Szabó Zsoltival, mindent beleadtam, tényleg szívem, lelkem benne van, benne volt, és 4 ismétlés húztam bele, de úgy, hogy nagyon fel voltam szívva, úgymond, és akkor a Zsolti mondta, hogy hát csak ennyit tudsz, hogy menjél haza anyukádhoz, ez így ide nem való, és akkor visszamentem a 5. ismétlésre, és megfogtam, és nem tudom hogy, de valahogy felhúztam az 5. ismétlést, és spontán kijött belőlem az, de ez túl totál spontán kijött belőlem, mert ezt éreztem, hogy nem vagyok bezi. Nem vagyok homoszexuális. Így van, de nem ezt a szót használta. Nem vagyok B.Z. Igen. És akkor felhúztam az 5. ismétlést. Ez szlogen. Ez szlogen, igen, ezt már én is hallottam. Igen, és ebből szlogen lett, igen. Így van. Azt hozzáfűzném, hogy ez a szlogen, ez természetesen mindenki vágja, de aki nem vágja, hogyha valaki beszokott sértődni, ez nem identitás utal, nem identitásra utal, hanem azok a idézőjelben homoszexuális férfiak ebben a szlogenben, akik nem tesznek meg mindent a jövőjük érdekében, nem építik teljes erővel a jövőjüket, hanem olyan komfortzónásan el vannak, csinálgatják, de nincs meg bennük ez a... Igen. Egyébként ennyi még szabad. Váltunk rá, pont erről három órán, pont erről beszéltünk. A három órában, hogy pont felhasztam ezt a sztorit, hogy mondom, emlékszem Béla, egyszer éjszaka, gondolom, ittam valamit, aztán mentünk egy non-stopba, egy 60 utcán, persze. És bementem, gondolom, sörője vagy boréje, nem tudom, és akkor ott álltál kint, és ilyen roma gyerekek, meg magyar gyerekek körbevettek, felében még volt is egy kis pia, és akkor, nem, és akkor te mondtad nekik, hogy hogy kell, és így néztek, hogy hogy kell fogni, hogy a helyes tartás, meg hogy kell emelni a súlyt, és akkor arról hogy beszéltél, hogy mondtam, hogy milyen elhivatott vagy, és erről beszéltünk pont arra, hogy ez csak így lehet. Nagyon, tehát utólag, utólag emlékszik a gondolkozásomra, meg a gondolataimra, nem tudom, hogy tudtam úgy gondolkozni, nagyon beteg voltam, tehát kajak, e körül forgott a napom, az életem 100%-osan. Én meggyőződéssel mondom most a mai agyammal azt, hogy volt 8-10 év a sportkarrieremben, amiből nem lehetett volna 1%-kal se többet kihozni. Hát biztos, hogy nem lehetett volna kihozni, mert akkor tényleg... Hát száz mondjuk azt, hogy csoda, hogy élek. Száz százalék. Tükörbe tudsz nézni, nem? Hogy megtettél mindent. Tehát ez így van. Az nem lesz, hogy azt fogod mondani, hogy nem tettem meg mindent. De én is ugyanígy álltam hozzá a sporthoz mindig. Még ezt nem láttuk, de... Ez nagyon jó mondat, hogy tükörbe tudsz nézni, mert egyébként ez tényleg így van, hogy nagyon sok ember azért, nagyon sok férfi azért boldogtalan, mert nem szakad ki soha életében, nem tudott kiszakadni ebből a komfortzónájából, és nem harcolt, és nem küzdött. Én úgy gondolom, hogy fiatalon a küzdésnek van ott az ideje. Akkor muszáj harcolnunk, és muszáj megtennünk mindent, és nem a szórakozáson van a hangsúly, meg nem azon, hogy semmi máson, csak azon, hogy küzdjünk, harcoljunk. És akkor még fiatalon, ha aki szerencsés, az motivált. Tehát genetikusan kapsz egy alapmotivációt erre a dologra. Utána később már nem vagy annyira motivált, de a rutin visz tovább. És igazából, amikor meg már 40-45 éves leszel, és a 40-45 éves korodik kőkeményen harcoltál, vagy motivációból, vagy a csökkent motivációnál a rutinból, utána meg már nincs is szükséged harcra. Már nyugodtan hátradőlhetsz otthon,
Hát tudod, hogy amikor ott volt az ideje, te megtettél mindent. És ez nagyon fontos szempont, hogy minden fiatal... 45, mert csak azért, mert abból akarod szervezni. Kihalt. De csak ezen nem, a téren. Nem az, hogy másban találtad, az nem ez lehet. Az, hogy csak ezen a téren, mert egyébként mert az új kihívásaidban meg ugyanúgy beletteszed. Aztán utána én pócs cselekvésként kerestem ilyen futás, meg ilyen, és akkor abba akarok. Én is, de tudom, hogy akkor annak idején hogy gondolkoztam, azt a motivációs szintet már nem tudnám újrahozni. Tevékenyek a napjaim, kivéve a koránkelés. Tapasztalatok, igen? Kivéve a koránkelés, de már nem hajtom magam. De a sportban azért is lanyhul, ha ilyen szóval élünk, a motiváció, mert már a tested nem képes arra, amit te fejben mondjuk el tudnál képzelni, és az csalódás, tehát én is most elmegyek focizni, már nem tudom úgy fölvenni a fiatalokkal meg, a versenyt, és ezáltal a hiúságomat az folyamatosan letöri, és amikor meg ott vagyok, idősebben focizok, már nem tudom azt a teljesítményt hozni, amit elvárok magamtól, ezáltal nem leszek annyira azért motivált. Azért nem tudod azt a teljesítményt hozni, mert már nem vagy annyira motivált, vagy azért nem tudod azt a teljesítményt hozni, mert ugyanolyan motivált vagy, de fizikálisan úgy érzem, igen, nem és mivel ugyanolyan motivált vagyok, nem tudom fizikálisan azt megoldani, ezért teljes mértékben már nem esik jól az erzése. Hogy már utána nem, igen, és akkor utána már azt mondod, hogy jó, akkor igazából olyat dolgot választok, amiben van sikerélmény. Igen, mert azért ez a lényeg. Nekem, neked így volt, nekem nem volt hátráltató tényező a fizikai hanyatlásom, ugyanis én még azért korán abba hagytam 30-valahány évesen, a mi sportágunk, mivel statikus sportágról van szó, ezért idősebb korban is. Olyan 40-45-ig nem érzed azt, mint fociba 30 fölött. Igen. Hogy 30 fölött már fáj a térdem, fáj a derekam, már túl sok kontakt volt, ütődés, stb. Testépítésben azért ki lehet nyújtani. Erőemelésben már hamarabb érzed, mert ott nagy súlyokra van szó, erős emberben még hamarabb, de a testépítés az egy nagyon biztonságos sport. Maga az ízületekre. Tehát ott bemelegítesz. Már olyan gépek vannak egyébként, hogy... A testépítés leszámítva a kémiai háború részét, már nyugodtan beszéltünk erről, persze, mert ez tényleg így van, ami magas szinten van, leszámítva, hogyha egy fiatal lemegy sportolni, mozogni, akkor a legbiztonságosabb és legegészségesebb sport, hiszen nincsen annyi terhelés róla az ízületekre. Még ha hirtelen úgy is gondolod, hogy sújtem ezt, akkor se. Akkor se. Tehát egy küzdősport, egy futball azért az ízületeket igénybe veszi. Igen, egészen más. És hogyan látod, mivel hogy sok edzőtermet működtetsz, és járod az országot, illetve a világot ilyen szempontból, hogyan látod a magyar lakosság általános egészségügyi állapotát? Nem hiszem, hogy nyilván akik a teremben járnak, azokról csak jó véleménye lesz, de szerintem elég pici szegmense sportol rendszeresen. És ez negatívan vagy pozitívan nyilatkozzon? Mind a kettőt kérem. Jó. Akkor legyen inkább pozitív szerű. Én úgy gondolom, hogy előrelépés van. Úgy gondolom, hogy a fizikai műveltség ugyanolyan fontos lett most már nagyon sok embernek, mint a szellemi műveltség. Régen ugye volt egy értelmiségi réteg, hogy legyünk diplomásak, okosak, de a sport az nem volt annyira. Most már úgy érzik, hogy az értelmiségi réteg is, hogy úgy komplex egy személy, hogyha ebben is, meg abban is azért teljesít. Én úgy gondolom, hogy egyre több ember jár sportolni. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb tömegsport lettünk, messze a legnagyobb tömeg, régen a foci volt a legnagyobb tömegsport, most már a foci és az edzőtermi sportolás egy biztonságos verzió a sportolásnak, ízületkímélő, és szeretném motiválni is az embereket, mert én úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott életet, nekem science fiction, hogy valaki nem sportol valamit. Hogy legalább nem jár el kocogni, vagy teniszezni, vagy pingpongozni, vagy egy kicsit fitnessen edzeni, nekem, én nem is értem, hogy... Minden négy ember sportol rendszeresen, tehát én nem értem. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki úgy éli le az életét, hogy a testnevelés óra mondjuk 8. vagy gimnázium 4. végig, és utána semmi. Hogy azt úgy, hogy... De hogy tudja úgy komplexnek, jól érezni magát, vagy esetleg férfinak érezni magát, hogy nincs meg a fizikumában az a megfelelő mennyiségű mozgás. Nem zsúzózásról beszélek, bármiről, menjen el, bicikli. Én például mostanában nagy biciklis lettem, tehát én ilyen nappal. De tényleg felőttek egyébként az emberek, mert azért elég sokan sportolnak. Most így belegondolok, hogy régen senki nem sportolt így, most már azért... Meg régen ez az edzőtermek világa egy szubkultúra volt, ma már nem szubkultúra, mindenki jár edzőterembe.
meg egyébként a legspecifikusabb alakformálás eszköze, tehát jobban is nézel ki, hogyha jársz edzeni, bárki elmegy edzeni heti 2-3-szor, szóval ténylegesen jobban is néz ki, főleg, hogyha megfelelő táplálkozással kombináljuk. Szerintem a jövő az, hogy egyre többen fognak járni edzőterembe. Én azért is érzem magam boldognak, mert egy nagyon pozitív sportkarrier után vagyok túl, szeretnek úgymond az emberek, azt érzem, ez jön vissza, meg egy olyan vállalkozást építettünk fel, egy olyan edzőteremhálózatot hoztunk létre, aminek pozitív a küldetés és pozitív a célja. Szírtelen, amikor az emberek edzőteremre, most szeretném az embereket felvilágosítani, amikor edzőteremre gondol, nem gyúrásról beszélünk. Ez, hogy testépítősdi, meg kigyúrjuk magunkat, meg kopaszkidobó gyúrás, ez 0,01% az edzőteremben járóknak, ez már nem erről szól az edzőterem. Pontosan. Az edzőteremben orvosok, ügyvédek, kőműves, varónő, anyuka, apuka, mindenki lejár edzeni, és nem testépítők mászkálnak a terembe, hanem nem degradáló szóként átlag emberek. Hobbi sportolók járnak mozogni azért, hogy egészségesebbek legyenek, és jobban érezzük magunkat, és azt szoktam mondani az edzőteremekre, hogy a modern kor diszkói, de tényleg így van. Régen az emberek ismerkedni, társasági életet élni, diszkókba, pubokba jártak. Ma már nem. Ma már edzőteremben nem így biciklizni, kicsit csúzozgatni a gépeken, kicsit gyalogolni, és közben trécselsz. Ismered a brigádot, akivel jársz, és akkor új haverok, barátok. Igen. Sokan kávéznak az edzőteremben, ott is szoknak a reggeli kávéjukat, ott beszélgetnek. Kajak, társaság, élet van, és van, amikor már nem is az edzésem van a hangsúly, és baj, hogy nem az edzésem van a hangsúly. De hogy baj. De ott a lehetőség, hogy közben tudok edzeni. Persze, egy kicsit mozog. Most ahhoz, hogy egészségesebb legyen, meg komplexebb legyen, nem kell neked szana szétedzeni magadat, igen. Elég, ha lemégy és mozog. Az se egy utolsó szempont, hogy ott edző lányoknak, hölgyeknek a nagy százalék elég csinos. Igen, nagyon-nagyon szállt. Viszont ne vegyük el azoknak a hölgyeknek a kedvét, akik nem azok, mert mi, akik akármi, mi vagyunk a gyúrósok ugye a teremben, a izomagyú réteg, mi is nem úgy nézünk egy újonnan lejövőre, egy elhízott a búra vagy hölgyre, hogy úristen, el van hízva, hanem végre még egy valaki. Nem, ott van. Végre még egy valaki, aki fontosnak érzi azt, hogy lejöjjön, mozduljon és sportoljon, tök mindegy, hogy néz ki, ott van. Igen. És az már egy pozitív dolog. És az előbb akartál negatívat is mondani, az mi lett volna? Tibit az érdekli. Igen, várjál, nehéz negatívnak lenne, mert alapvetőleg 100%-osan pozitív személy vagyok, várjál, kitalálom. Igen, nagyon le van az a egészségügy, meg a mai társadalom, nagyon katasztrofális helyzetben van. Többet kéne járni edzeni, Európában sokkal jobb, nyugaton sokkal jobb. Itt nagyon rossz, jaj. De nem. Nyilván, hogyha összevetjük, akkor... Szerintem amúgy nem. Akkor azt mondják, hogy a egyik legelhízottabb nemzet vagyunk Európában. Ebben lehet valami, de hogy ez a tendencia, ahogy mondtad, az, hogy egyre többen ezt hát jó irányba mozdul. Igen, csak Magyarország mindig mindenben kicsit le van maradva, mint a nyugati országok, és ezt szerintem ebbe is, hogy ez nyilván is kialakult. Amerikában... Ez már Amerikában, mint hogy mindenkinek van pszichológusa, Magyarországon még mindenki úgy néz rá, hogy jó, akkor beteg akkor vagy. Nem, akkor vagy. Ez hozzátartozik az élethez, ez azt jelenti, hogyha mondjuk van egy pszichológusod, vagy egy mentáltrénered, én azt gondolom, Amerikát hogy... mondtad például, bocsánat, hogy szabadulájuk. Amerikában minden utcában van rengeteg edzőterem. Nagyon-nagyon sokan járnak edzeni, mozogni, sportolni. Viszont nagyon furcsa, Amerikában nincsenek olyan jó edzőterem, mint Magyarországon. Igen. Szakmailag nincsenek olyan jó. Amit mi létrehoztunk, már bocsánat, hogy így mondom, ez amikor lejönnek Amerikából, lejön egy Kai Greene hozzánk, vagy egy Tom Platz Amerikából lejön hozzánk szemináriumot, vagy edzést tartani, a világ legjobb testépítőnek az egyike, és akkor beszoktak jönni mondjuk a Lourdes házba, a vállalkozásunkba, és meglátják az edzőtermet, és meglátják, hogy milyen a felszereltség, minden egy sokkot szoktak kapni. Amerikai emberek. Mi van itt? Csajoktól amúgy? Milyen csajok? Attól is. Attól is. Jó, hogy összehegesztett gépek, tudod. Igen. A csajoktól is amúgy? De igaza van. De Magyarországon milyen szép nők lenne. Gondoltad, és egy tesztoszteronnal izzó testépítő lejön itt Magyarországra, azért kinyílik a szeme. Igen. És még nekem lenne egy kérdésem, ami engem nagyon érdekel, hogy te, mint szakember, és tényleg a... apostol, hogy jellemezted a Bélát,
Te mit mondasz? És tudom, hogy van pro, meg kontra, meg oda-vissza vélemény erről, de hogy egy átlag embernek, aki mondjuk lemegy a konditerembe, melyik a jobb edzés? Tudom, hogy lehet, hogy ilyen nincs, hogy jobb edzés a saját testsúlyos, vagy a súllyal való edzés. Mert most már nagyon nagy sláger lett ez a saját testsúlyal való edzés. Nyilván ezt a konditermek gondolom megvétózzák, mert használd a súlyokat, meg ahhoz lehet nem kell konditerem, mert otthon is meg tudod csinálni. Én úgy mondom akkor a véleményemet, mint szakedző. Igen? Mint szakember. Ugye én végzett szakedző is vagyok. Nagyon jól hangzik ez a saját testsúlyos edzés, de egy elhízott kezdővel guggoltatni, kitöréseket végeztetni, húzózkodást végezni, tehát bár súlyzós edzés végzel gépeken, de ott tudod állítani a terhelést, tudsz melegítő zónába edzeni az elején, és fel tudod vezetni a súlyokat, és a fejlődésedhez méred folyamatosan a súlyokat. Még egy szabad súlyzós edzésnél nem. Bizony az emberek nagyon nagy részének egy fekvő támasz is megerőlteti a izületeit, a vállizületeit, könnyek izületeit. Egy guggolásról ne is beszéljünk, ne viccelj. Húzózkodni, egy ismétlés valaképpen felerőlködik, az milyen izületi terelésről. Nagyon jó a szabad súlyos edzés a semminél, és egy nagyon egészséges vonalat képvisel, de a edzőtermeknek az előnyeit ilyen téren azt egyszerűen nem tud, nem lehet legyőzni. Uh-huh. Érted, amit mondok? Alul tudsz terhelni, be tudsz melegíteni, kocogsz kint, eleve terhelő. Hát ti tudjátok, a kocogás azért, hogyha nem megfelelő cipőben kocogsz, ha nem rekordtán pályán, ha el vagy hízva, akkor azért az nem olyan egészségesnek mondható, de mindenféleképpen preferáljuk azt, hogy a kardió meg a kocogás az egészséges. Viszont egy elliptika, nincsen ütődés. Egy fekvő bicikli, egy ülő bicikli. Nagyon sok olyan kardiogép van, ami nem tereli az izületeket. És ez is nagy előnye az edzőtermeknek. Továbbá a legnagyobb előnye, hogy évszak független. Igen. És az a legfontosabb. Igen. És amikor sok-sok évvel ezelőtt megnyitottátok a Debrecen edzőtermet, akkor neked volt ez tervben, hogy ekkorára nő ez a láncol, hogy egyáltalán lesz belőle edzőterem láncolat? Nem, az első célunk az volt, hogy csináljunk egy olyan edzőtermet. Volt egy Cutler. Az volt az első célunk, hogy csináljunk egy edzőtermet, ahol mi normálisan le tudunk edzeni. Az sikerült. Igen, és akkor voltam úgymond a sportkarrieremben, csúnyán hangzik, de csúcson. Szépen hangzik. Igen. Tényleg még nem jött odáig. És akkor nyitottuk az első edzőtermet, és befektettük azonnal óriási lelkesedés, hogy Kati Béla nyit edzőtermet. Én is akarok vele csinálni egy ilyet. És én is. És most már jövő év végére, hát igazából most már 17 edzőteremnél járunk, 20 lesz belőle, és mindegyik a maga a régiójában a legfelszereltebb, legnagyobb edzőterem, szakmailag mind a kiszolgáló személyzetben, mind az edzőtermek, mind az edzőgépek minőségében is a maximumot képviseljük. Mi úgy mondjuk magunkról, hogy kompromisszum nélküli edzőterem. Nagyon fontos tudni, hogy ezeket az edzőtermeket, képzeljétek el, nem milliárdos vállalkozók vagy milliómos vállalkozók csinálták, hanem olyan befektetők, akik nem óriás befektetők, hanem de befektetők, akiknek szerelme ez a sport, kajak, szerelmesek ebbe a sportba. És nem azt láttam, hogy a üzleti lehetőséget lát ebbe, hanem az álmainak a megvalósulását. Kajak úgy jöttek hozzám régen, olyan csillogó szemekkel, emlékszik, Pécsi Kettler tulajdonosa, Kaposvári Kettler tulajdonosa, mindenki úgy jött ide hozzám, hogy ez mekkora jó, meg milyen jó, és csillogtak a szemek, és azt éreztem, hogy nekik ez egy álom megvalósulás, és ez adta az erőt és a löketet arra, hogy ilyen szintre juttassuk el az edzőtermeket, mert ők nem egy edzőtermet akartak megnyitni, hanem az edzőtermet a városukban, és hát mindent beleadtak. Meg az összes edzőterem tulajdonos, amelyikben nem vagyok tulajdonos társ, mert úgy van, hogy ugye a branden belül valamiben tulajdonos vagyok, valamiben nem vagyok, valamelyik csak brand tag. Szerintem mindent elmond, hogy a tulajdonosok egész nap bent vannak a teremben. És pont, nincs mit hozzáfűzni. Igen, büszke rá, hogy ez az ő terme is, hogy
hogy ott otthon érzi magát. Azzal foglalkozik, tehát igen, az... Igen. Gondolod, de amikor megnyitottuk a Debreceni termet, vagy megnyitottuk a Pesti termet, nekem ez volt az álmom, ebben nőttem fel, ebben szocializottam, ez volt nekem minden, és bemegy utána a saját termetbe. És sok ember van, és mindenki, és látod az emberek többségén, hogy szerelemből van itt. Tudod, hogy hozzánk úgy járnak nagyon sokan, hogy szerelemből. Tehát, hogy... Nándi is úgy jár szerelemből. Tényleg. Szerelmet keresünk. Hogy... Megtaláltam a testépítésben. Egy olyan dolgot adtunk annak a szubkultúrának, annak a rétegnek, aki a súzósportok iránt vonzódik, ami példátlan még Amerikában is. És mai napig nagyon sokan oda jönnek hozzám, a Lúdiban is, vagy bárhol vagyok városban, és oda jönnek, és azt megfogják kezemet, hogy köszönöm. És mivel vagy te több? Vagy mivel vagy te többek? Vagy ez kulisszatitok? Nem kulisszatitok. Azon túl, hogy a lelketek benne van. Első egyes szám, hangulat. Eleve tudják az emberek, hogy mi sportolók csináltuk ezt az edzőtermet, ebből jön az, hogy szakmailag meggyőződéssel mondom, hogy a messze-messze Európában legfelszereltebb edzőtermek vagyunk, tehát szakmailag a legjobbak vagyunk. A szubkultúrán belül az a versenyző réteg az mindenki nagy részt, 60-70%-a nálunk dolgozik, aki nem nálunk dolgozik, az azért nem, mert távol lakik mondjuk. Meg eleve mindenki úgy állt már az elejétől kezdve ez a dologhoz, hogy szakmailag olyan jó volt. Tehát régen úgy volt, hogy volt egy befektetői terem, hogy nagyon szépen meg volt csinálva az öltöző, meg a környezet, de szakmailag nem figyeltek annyira rá a géppalkra, hanem csak úgy beraktak egy gépcsaládba bevásároltak minden gépet. Volt olyan, aki egy kicsit úgy figyelt, de nem volt pénze, a környezete se volt olyan jó, és a mi edzőtermeink mutattak utat, de azóta nyíltak már ilyen jellegű edzőtermek, konkurenciák is, amiket nem tartunk konkurenciának, mivel pozitív energiákat képviselünk, és az jó, hogy fejlődünk, és más termek is nyílnak, és egyre jobbak a mi hatásunkra, úgymond utat mutattunk a piacon, de a mi termeink voltak elsőnek olyanok, amik szakmailag is nagyon jó gépparkba, tehát messze-messze, minden gépcsaládból a legjobb átválogattuk ki, az edzőink is a legjobbak, a legprofibbak, és a kiszolgáló környezet is nagyon minőségi, és quality, és nagyon szeretik, és tetszik az embereknek. Mindenre figyeltünk az, hogy milyen legyen a zene minősége, hogy aki derék problémás le tudjon edzeni, aki tér problémás le tudjon edzeni, aki váll problémás, akinek rotátorköppen sérülése van, akinek teniszkönyöke van, mindenre figyeltünk, mert... Tudtunk rá figyelni, mert hát én ebben szocializettem, ez a szerelmem, egész nap ezt néztem, amikor már létrejött a Google, meg az internet, egész nap ezt bújom. Én a mai napig ezeket nézem, hogy milyen új gép jött be, mi, stb. Tehát én... Megszállott. Bocsáss meg, Béla, hogy fél az, akit egyetlen percünk maradt, felé tudnánk beszélni néhány napot még. Köszönöm. Béla, igen. Vagyis, hál' Istennek, te a vendég. Jók voltak a kérdések. A vendég beszél. Még arra mondjál már nekünk néhány mondatot, és akkor azzal lezárjuk ezt a nagyon élvezetes műsort, hogy hamarosan Amerikába mész, és a Mr. Olympián lesz némi feladatod. Igen, adódott egy lehetőség, aki nem tudja, annak most elmondani, hogy Mr. MP az a mi testépítő sportunknak a csúcsa, az a maximum, és Balog Wittmann Romeo üzlettársam adománya, úgymond nekem, úgymond neki a produktuma ez, hogy nekem lehetőségem lesz arra, hogy az idei Mr. MP-n, a Mr. MP a színpadán, a fő kategóriában, az Openbe, tehát a király kategóriában, a legnagyobbak közt, a népbajnok a címet én adhatom át. Ezt ha 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel, vagy akár 3 évvel ezelőtt mondják, hogy ez megtörténik, nem hiszem el, mert ez egy science fiction, ez egy megtörténhetetlen és lehetetlen dolog, de most megtörténik. Megígérem, hogy én leszek, aki megnyeri, és akkor nyakran balkoztatok. 3 órás késéssel. Köszönjük szépen Kati Bélának, Tisza Tibinek, Dombi Tibinek, és önöknek a figyelmet. Ez volt a Tibiék aktuális adása, remélem élvezték, mert mi nagyon, bár sokat kellett rá várni. És rock'n'roll! Rock'n'roll! Oké, köszönjük szépen! Én köszönöm!